A Magyar Közút Nonprofit ZRT országosan mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi fő- és mellékút üzemeltetését végzi, ebből 2272 kilométer az a hossz, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság kezelésébe tartozik. A társaság az enyhe őszi idő ellenére a korábbi évekhez hasonlóan idén is november 10-től kezdődően váltott át téli üzemmódra, ezzel együtt 24 órás szolgálatra. A következő hónapokban a megyei igazgatósághoz tartozó 7 mérnökségen mintegy 280-an dolgoznak váltott 12 órás műszakukban, a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásához pedig már a gépeket is sikerült felkészíteni. A 2020-21-es téli üzemeltetési időszakban a megye közúthálózatán összesen 56 úgynevezett kombinált gép teljesít szolgálatot, melyek egyszerre egy időben látják el a síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat. Ezen felül rendelkezésünkre áll még további 7 darab nagy teljesítményű rakodógép, valamint 10 darab hómaró. Több megyei vállalkozói szerződés megkötésére is sor került, melynek keretén belül, amennyiben az időjárási körülmények kedvezőten alakulása ezt megköveteli, úgy eseti megrendeléssel lehetőségünk van további lehívható gépek, eszközök igénybevételére, a hóeltakarítási munkák elvégzésére. A síkosságmentesítéshez összesen több mint 13 ezer tonna útszórósó, 260 tonna kálciumklorid granulátum, 235 ezer liter kálciumklorid oldat, valamint közel 1500 tonna érdesítő anyag áll a szakemberek rendelkezésére induló készletként. Az úthálózat mellett azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján többször fordult elő hófúvás, hófogó rácsokat és hálókat helyeztek ki, emellett hófogó erdősávok is találhatóak az országos közúthálózat mentén. A 24 órás szolgálat folyamatosan figyeli az időjárás előrejelzéseket, ennek megfelelően készül fel a következő hetekre, hónapokra a szervezet. A téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat a megye úthálózatán nem egyszerre, hanem ütemezetten végezzük, azok hálózatban betöltött szerepe szerint. Első körben a gyorsforgalmi utakon, hidakon, felüljárókon, forgalmas főutakon, végül a mellékutakon, bekötő utakon avatkozunk be. Minden emberi és eszköz erőforrásunkkal azon dolgozunk, hogy a biztonságos közlekedés feltételei adottak legyenek, azonban lehetnek olyan időszakok, amikor a folyamatos munkavégzésünk mellett is téliesebb útviszonyokra lehet majd számítani, hiszen egy-egy munkagépre 40-50 kilométernyi terület jut, amelyre adott esetben többször is vissza kell térni, főleg folyamatos havazás esetén. Egy-egy munkagép forduló köre ugyanis 2-től 5 óráig terjedhet, ennyi idő alatt már újra havas lehet a burkolat. A közlekedés folyamatos biztosítása érdekében a Magyar Közút folyamatosan tartja a kapcsolatot a társszervekkel, így a munkálatokba szükség esetén a rendőrség, a katasztrófavédelem és polgárőrség munkatársai is becsatlakoznak.